14-szer vágott neki a feladatnak a Szekszárdi Gitár Kvartett, hogy az általuk megálmodott zenei fesztivál újabb felvonását a nézők elé vigye. Az idén is sokszínű zenei programmal sikerült visszacsábítani a Vármegyeház udvarára a nagy érdeműt. Ez az esemény a Szekszárdi Zenekar életében is az egyik legjelentősebb állomása az éves koncertprogramnak, hiszen hol máshol, ha nem a saját közönsége előtt akarhat egy együttes igazán nagyot dobni. Az elmúlt 14 év hozadéka az, hogy még mindig csináljuk, mondja Csele Lajos, a fesztivál főszervezője. 14 az egy szép szám, nem volt egyszer összehozni, de még mindig működik, és majd vannak is egyre jobb zenészek jönnek, és jó hangulatos fesztivál szerintem Szekszárdon. Másik János mindig meg akartuk hívni, és most sikerült, hál' Istennek, és akkor a Borostyán együttes is jelentkezett, ők felvidéki barátaink, hogy szívesen eljönnének, és ez a kettő így meghatározta, hogy mi lesz a vonal. Mi is megpróbáltunk most úgy válogatni a műsorba, hogy nagyon sok, vagy döntően énekes számok lesznek, játszani fogunk másik János szerzeményt is, majd egy feldolgozás, most nemrég csináltuk meg, és akkor tavaly véletlenül nem tudott eljönni a Sony Viswappe, aki az előbb volt, és akkor ők is betársultak, és már is összeállt. Véke Csaba a hollóénekkel itt volt, hát már jó pár évvel ezelőtt, de ugyanez a vonal, sőt, még egy kicsit érdekesebben csinálják ezt a középkori zenét, mint a hollóének, és örülünk, hogy eljöttek. Gyakorlatilag, amikor lezárjuk a most a 14-et, akkor egy másfél-két hónapon belül kezdjük a következőt szervezni, mert ennyi idő kell. Tehát ennyi idő kell összeszedni a pénzt, összeszedni, hogy jó fellépők legyenek, és olyanok, akiket meg is tudunk fizetni, és színvonalas zenét adnak. A Sony Viswappe a középkori sarából életre keltett Lármás semmire kellők bandája, ödök vándorlásra és az útjukba esők égtelen hangorkánnal való sanyargatására ítélve. Egyazon eszközök által bűnhődve és egyszer mind büntetve a hasonló kárhozatra szántakat. Mondja magukról a már emlegetett Béke Csaba. Na ennél azért sokkal élvezetesebb volt a középkori muzsika. De hogy jött az útjukba a régi zene? Hasonló rendezvényeken, illetve nem ilyen rendezvényen, mint most vagyunk, hanem középkori fesztiválon találkoztunk vele igazándiból, és régi énekmondókkal, tudnám a nevüket mondani, sajnos már nincsenek köztünk, nemrég mentek el Kobzos Kis Tamás, Kátai Zoltán például, és aki még köztünk van, aki mindezeket kiásta, ez pedig Kecskés András, a Kecskés Együttesnek a vezetője. Találkoztunk ezekkel az emberekkel, akik históriás énekeket énekeltek, és régi zenéket játszottuk, és megéreztük ebben az erőt, a tartást. Igazándiból játszottunk például az elején egy Masó számot. Én szoktam ezt középkori rock'n'rollnak, középkori punknak is nevezni, mert ugyanak az energiák benne vannak. Ha az ember hozzányúl, akkor észreveszi. Mindenki csak a legfrissebb trendi dolgokra mozdul. Gondolok a szervezőkre. Tehát egyszerűen a zenekarunkat nem merik beengedni fesztiválokra. Ha odáig eljutunk, hogy meghívnak, akkor szinte 100%, hogy visszahívnak utána, mert tényleg, ha hallottátok, ez energia. Szerintem nagyon sok energia, ami kimegy, vissza is jön persze. És egy változatosság, tehát hogy a mai kor zenéjehez képest egy más atmoszféra, egy más dimenzió. Mégis félnek a változatosságtól, leginkább középkori fesztiválokra, várakban lévő rendezvényekre hívnak meg persze, de egyébként játszottunk már motoros fesztiválon is, hál' Istennek, és nagyon-nagyon élvezték, tehát mi nem ragaszkodunk hozzá egyáltalán. A magyar irodalma nem olyan erős, itt leginkább egyházi dallamokról van szó, gregorián énekekről, a legrégebbiekről, de Európa szerte, viszont hát azt lehet mondani, hogy
1000 körültől, akkor már a franciák nagyon jeleskedtek lejegyzésben is, orgánumban több szólam is elkezdődött, és attól az időtől kezdve nagyon-nagyon nagy a merítés. Tehát van mihez nyúlni az embernek élete végéig szerintem, amit még szeretne onnan elénekelni. A Bodog-Hurok Csele Lajos szerint az évek alatt elérte azt a formát és méretet, amit hosszan működtetni lehet. A választék bő és egyre bővül. Boris akad még a pincében, úgyhogy lassan neki készülhet a gitárkvartett a 15. megszervezésének.